Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, és visszatértem a Call of Duty-hoz. Hölgyeim és uraim, a Call of Duty multiplayer -e külön megvásárolható a steam en 4000 uh, forint körül van, <kül> igen, és csak PC-re elérhető. Azt mondom, hogy manapság ez az az ár, amit egy Call of duty ér érdemes kiadni. Mégpedig miért szentel az Activision magát erre a lépésre? Igazából pontosan azért, mert PC-n az új Call of Duty öm, nem igazán népszerű, és ezért is külön elérhetővé tették a multiplayer -ét. Egy kicsit öm, emeljenek azon a játékos számon, és azt kell mondja, hogy nem csodálkozom, ezen, mert az elmúlt időkben ugye a játékosok számára olyan csalódást okozott a Call of Duty, amitől már azért igen óvakodnak, hogy megvásároljanak, és mit hogyha nem mondjak, azért a Black Ops 3 egy egészen jól sikerült multiplayer -e a Call of Duty-nak az elmúlt időkhöz képest. Nem is annyira hektikus, mint a, a Advance Warfare, nem annyira lassú, mint a Ghost volt, és valahol a kettő között egy tökéletes utat megtalálva, megfelelő környezettel, pályákkal, és, és igazából tényleg ez az egyik multiplayer, ahol ami egészen jól sikerült ahhoz képest, a, a Call of Duty-hoz képest. Úgyhogy azt kell mondjam, ez az, az, már az az ár, amiért még én is megvásároltam. Ez igen, igen, megvettem a Call of Duty. -t. Tudom, tudom, mit mondtam, igen, tudom, de hát nem, nem bírtam ellenállni egyszer. Szóval megvettem csak a múltért, mert úgy éreztem, ez már egy olyan összeg, amit uh, megéri kiadni a Call of duty és is. Istenem, azt kell, megint elkapott az a uh, vérláz, ami itt szokott lenni, tehát így, így, nem tud letenni a Call of Duty című um, történetet, pedig nem gondoltam volna, hogy velem még egyszer ez elő fog fordulni, hogy um, Call of duty van fölidegesedem, és uh, elküldöm az anyjába másik játékost itt a uh, monitor előtt, mert, mert annál higgadtabb játékosnak ismertem meg magam így idővel, de azt kell, hogy hogy így kihozta belőlem a kod, mert a szokásos kod gondok benne vannak. Tehát nem adja be, megfordul és lelő, akkor a különböző ilyen apró regisztrációs hibák, meg glitchek, ez, ezek mind benne vannak a kodba, de ezért szeretjük, és ezért is borulunk ki um, egyben a Call és, és összítés, szóval nem gondoltam, hogy ezek visszajönnek, de és, és valahol így Kicsit még így örülök is, mert így hozza a, nem is tudom, a régi idők adrenalin szintjét. Mert azért már őszintén szóval nem, nem, szok, nem, szoktam már régelni azért a, 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 játékok előtt, főleg nem egy kocintű játék előtt, de Öcsém, ez, ez, a minap kihozta belőlem, hogy lepanyázzak valakit a játékban, van, és, és íme vissza is, vagyis is, is tértem a szerető teljes Call of Duty közösségbe, ahol, ahol, minden játékban elküldenek az anyádba legalább egyszer, lenúboznak meg, legélyeznek meg, mi mindent, mindent elmondanak rólad, legalább egyszer egy játékban ez meg kell, hogy történik, ha nem történik meg, ez veled még nem vagy igazi kódjátékos, ugye. már legalább egyszer egy játékban elküldtek. Jó anyádba, akkor már kezdesz igazi jó játékosság, Call of Duty játékossá válni, mert hát ez az FPS shootereknek a közössége. Az agresszivitás magas fokon tör elő belőlünk, és hajlamosak vagyunk elküldeni mindenkit az anyánkba. Na, de ez lenne a rövid hír, mondjuk így, ha gondoljátok, vásároljátok, mert szerintem ez már egy olyan ára, amit érdemes kiadni a kodér. Viszont azt tudnotok kell, hogy nem minden érhető el ebben a multiplayerben, szóval van dolgok, amiket ugye a játék multiplayer nem történik. Ez csak az alap multiplayer. Tehát ami nem lesz benne ebbe a játékba, az a zombi. A kampány ugye a multiplayer custom game nem lesz elérhető. A prestízselni nem fogtok tudni, hogyha kijönnek a modok és a modolások a játékhoz nem lesz elérhető. Unranked szerverekre nem fogsz tudni fölmenni, és nem fogod tudni újra kezdeni a profilodat, és a Dead Ops Arcade és a Nightmare mód sem e, elérhető. Szóval ez inkább ilyen ilyen casual gamereknek van, mint például nekem is, én vagyok most már a Call of duty val nem profi szinten, e, csak játszogatok néha vele, és idegeskedek rajta egy fél órát. E, <tosz> De nem vagyok kíváncsi már a zombira, se a kampányra, amúgy is végigjátszottam már a kampányt, és, és pont jó egy ilyen kis lightos multiplayer, és az igazság az, hogyha megveszed ezt a játékot, és későbbiekben úgy döntesz, hogy megveszed a teljes játékot, ami megtetszik, akkor a már ráköltözt pénzt gyakorlatilag ugye ezt a 4-5 ezer forintot le fogják vonni az árból, és hogy a játék többi részét veszed meg, ami, ami szerintem egy nagyon jó és fair dolog. Azt még nem tudom, hogyha ugye kijönnek a, a különböző multiplayer tartalmak, a további pályák, vagy valami többi, valószínű, hogy azok is elérhetőek lesznek. Külön megvásárolhatóak lesznek, úgyhogy nem kell sok pénzt költened ahhoz, hogy elmondhatni, hogy akár honnan is nézzük, és akár mennyi csalódást is okozott a Call of Duty nekünk az elmúlt időkben. Még mindig a kint lévő játékok egyik legjobb multiplayer játéka és ennyi, ennyi pénz, ez az, ami akinek van mondjuk egy olyan 4 ezer forint, és unatkozik, és nem tudja, hogy mivel játszott, azt hiszem, hogy ez, ez úgy megéri. Üm, jelenleg egy, egy jó vásárt lehet vele mondani, mert, mert valóban egy jobb Call of Duty multiplayer az elmúlt évekhez képest. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet. Üm, hogyha kérdezzétek, hogy lesznek-e Call of Duty videók a közeljövőben, srácok, sajnos nem mert egyrészt még nem ismerem ezt a játékot, hosszú idő kiismerni egy játékot, hogy megfelelő módon tanuljunk, illetve megfelelő módon beszéljek uh, róla, és tippeket adjak, ha netán arról lenne szó, úgyhogy ha kolobjuti videókat szeretnétek látni, lehet, hogy lesz, de nagyon türelem, türelem, mert ki kell ismerni a játékot, és ahhoz, hogy kiismerjük a játékot, az egy hát minimum 6-700 óra uh, játékidő, úgyhogy hát addig is köszönöm a figyelmet, Se eu estou